Tavaly évvégén országszerte 210 településen összesen 366 postát zártak be a téli időszak végéig. Köztük volt a Bonyhádi 3-as számú posta is. A novemberi kiértesítést követően a település polgármestere azonnal rendkívüli testületi ülést hívott össze. Annak érdekében, hogy 2023. január 2-ától a Bonyhádi 3-as számú posta újra nyithasson a városunkban. Ugye erre azért került sor, hiszen november közepén a Magyar Posta ZRT tájékoztatása szerint a Bonyhádi 2-es, illetve 3-as postát bezárták, és szerettük volna minél hamarabb megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan tud az önkormányzat segíteni ennek a szolgáltatásnak a további működtetésben a városunkban. Ennek érdekében haladéktalanul felvettem mind a posta vezérigazgatójával, mind pedig dr. Fónagy János államtitkár úrral a kapcsolatot. Az elhangzott információk alapján a tárgyalások következtében azt a tájékoztatást kaptam, amit írásban is kértem, hogy a Magyar Posta egyetlen egy posta visszanyitását engedélyezi és vállalja. A felmerülő üzemeltetési költségeknek a felét kell vállalnia az önkormányzatoknak, aki szeretné újra nyitni a postáját. Ezt a kötelezettséget nem a téli időszakra, hanem konkrétan 18 hónapra kell vállalnia valamennyi önkormányzatnak, tehát 2024. június 30-áig. Az 18 hónap. A Bonyhádi 3-as számú, azaz a Fáy lakótelepen található posta tekintetében ez a 2023-as költségvetési évben 23,7 millió forintot jelent, ami nem csak a rezsiköltségeket jelenti, hanem valamennyi a működés során felmerülő kiadást is. További fél éven keresztül még 11,7 millió forintról beszélünk. Tehát mindösszesen a képviselőtestület döntése alapján 35 millió forintot meghaladó támogatásban tudjuk részesíteni a Magyar Postát. Az újranyitás érdekében tett lépéseket a helyiek örömmel fogadták, hálásak azért, hogy ügyeik intézéséhez január 2-a óta ismét nem kell már kilométereket gyalogolniuk. A Fáy lakótelepen, a társasházakban 1000 lakás van, 1000 család, és még a környező, hogy mi a családi házas utcák, úgyhogy nagyon fontos. És hát nem pusztán, szóval kényelmi szempontból elsősorban, mert egyébként a főposta 2 kilométerre van Bonyhádon, innen a város másik végéből. Csodálkoztuk rajta, hogy ennyire szegény a posta, hogy nem tudja finanszírozni a fűtést, de az önkormányzat megoldotta a problémát, úgyhogy köszönjük. Péter nem régóta bonyhádi lakos, szerinte is hasznos, hogy nem csak a városközpontban érhető el a postai szolgáltatás. Én most költöztem be Bonyhádra, úgyhogy én annyira nem érzékeltem, de hát szóval nem jó jól működő dolgot rosszá tenni. Óriási terület van. Itt kényelmesen, hát nem azt mondom, hogy lehet parkolni, de a központon azt tudja, hogy ott nem tud elférni. Tehát miért kell bezsúfolni a városközpontba? A környéken megkérdezettek közül mindenki kiemelte, hogy egy sokak által lakott városrészről van szó, ahol az idősek számára komoly gondot okozott volna, ha a 3-as számú posta zárva marad. Már mi is idősek vagyunk, nyugdíjasok, és itt nagyon jól tudunk mindent kifizetni. Nekünk nagyon jó ez itt. Messzire lenne lemenni. Én is beteg vagyok, és lesétálni oda nekünk elég nehéz volt. Anyukám, meg a férjem is mind idősek, és ők se tudnak közlekedni, úgyhogy nekem nagyon jó. Az önkormányzat számára fontos volt, hogy a Fáy lakótelepen élők igényeit kiszolgálva újra nyisson a település részpostája.